És igazából mielőtt elkezdem ezt a vlogot, már megiszakítom itt az elején. Egyrészt nincs intro, mert ketté vágtam az utolsó pillanatban, másrészt pedig jelentkeztem a Turbusz Tíme a sminkiskola sminkversenyére. Ez egy halloweeni sminkverseny és csontvázak éjszakája volt a téma. Én a medúza sminkemet küldtem be, amit itt láthatok a képernyőn is. És a verseny része a közönség szavazás. Nem szeretem, elmondtam már többször is, de a verseny része, és arra szeretnélek benneteket megkérni, hogyha van egyetlen egy perctek, akkor a Facebookon a Turbusz Tíme a Makeup School Facebook oldalára menjetek fel, görgessétek le azt a 66 jelentkezőt, és ott leszek én a kis sminkemmel, és nyomjatok rá egy lájkot. Ennyi. Semmi más. Nem kell regisztrálni, nem kell semmit se csinálni. Ha esetleg megosztod, és a barátaid is lájkolnak, akkor extra köszönet érte. De hát ha a közönség szavazás részét megnyerem, életemben először, amit sose szoktam, de hát ha. Úgyhogy menjetek oda föl, szavazzatok rám. Köszönöm szépen, és folytatódjon a vlog másik része. Majd jön a másik etap, a takarítás. Ezt a két ülő garnitúrát és ezt a nagyobbat fogjuk kitakarítani. És csak hogy értsétek, hogy miért. Nem használjuk, szóval van itt mindenféle kosz, pókháló, kutyaszőr, hasonlók. Ugye van egy szép beázott falrészünk is, mert nem a miénk, most a témához illik, csak kicsit olyan amilyen, ezzel most nem foglalkozunk. Itt is tiszta kosz, hát lehet, hogy ez nem jön át annyira a kamerán, de hát nem a legszebb állapotban vannak ezek a bútorok, úgyhogy én ezt most megpróbálom annyira rendbe tenni, hogy holnap, azaz aznap, amikor ti ezt a videót nézitek, akkor a kedves barátok ide le tudjanak ülni, és ne legyenek halálkoszok. Ez pedig igazából kettő dolgot fogunk használni. Először leporszívózzuk az egészet, aztán van itt egy ilyen Vix Aktív szőnyeg és kerpi tisztító aeroszol. Ezt fogjuk szépen felvinni, itt takarítjuk, és újra leporszívózzuk az egészet, és remélhetőleg elhető lesz, még itt ezt a könnyeket is itt felporszívózom, meg hasonló, és utána jöhet a fun része, a díszítés. Nos, hát igazából ez lesz így a terület, ahol leszünk, mert látjátok, elég nagy és tágas, ide még hozom majd dolgokat. És ez itt az a rész, ahol forgatni szoktam, de úgy gondoltam, hogy az asztallal együtt itt lesz itt a Kajapia Olimpia rész. Úgyhogy kezdjünk is bele az utolsó előtti etapba, ami a díszítés lesz. Én nem tudom pontosan, hogy mit akarok, meg... Nincs túl sok díszünk, nem akarok túl sok mindent, de mégis valami hangulatot akarok teremteni. Halloween díszekkel elég nehéz dolgunk volt, mert nagyon kevés volt a kínálat, és az is kicsit túl volt árazó, úgyhogy csak pár dolgot vettünk. Voltunk a Pepco-ba, voltunk a Müllerbe, voltunk a Parti Kellékesbe, és azt hiszem ennyi, meg nekem is van egy-két ilyen kis dolgom itthon. És tényleg nem akarok túl díszíteni, csak egy kis hangulatot akarok teremteni, úgyhogy nézzük, hogy mink van. Pepco-ból vettünk egy ilyen Halloween világítást, ez 430 forintba került, és ilyen kis kezek vannak benne. Biztos vagyok benne, hogy sárgán világít, ami miatt szomorú vagyok, mert ha fehéren világítana, a vagányabb lenne. Akkor a Parti Kellékesben vettünk lufit, ez sima narancssárga lufi. Meg vettünk ilyen feketét, amin ilyen kis vicces arcok vannak. Ezeket is így fel fogjuk fújni, szeretném mondjuk őket így összekötözgetni, ide-oda pakolgatni. Én szeretem a lufikat. Én nagyon-nagyon szeretem a lufikat, meg arra gondoltam, hogy a falra is fogok pakolni így lufit, mert hogy van ilyen maszkoló szalag, és arra gondoltam, hogyha csinálok belőle egy
karikát, akkor két oldalú ragasztó lesz belőle, de mivel maszkos szag nem fogja levenni a fal színét, úgyhogy azzal Luffy tudok felaplikálni, de még nem vagyok benne biztos. Szintén a Petkóba vettünk egy ilyen lampiont, ez egy ilyen zöld. Akkor a parti kellékesben vettünk ilyen pókos pókhálókat, kis pókosat, meg egy nagy pókosat. Én nagyon félek a pókoktól, úgyhogy ez remek lesz. Vettünk egy ilyen szellemet. Jaj, meg a kikbe volt. Ja nem, mi ez? Eurós volt, még ott ezt ott vettük. Ez is nem tudom, egy ilyen 500 forintos tétel volt, meg vettünk egy ilyen műkezet, ami amúgy nagyon gusztustalanul néz ki, de még lehet, hogy egy kicsit beművérezem, hogy még eredetibb legyen. És hát nekem vannak itt ilyen állatos koponyáim, akkor kaptam egy igazi agancsot egy ismerőstől, akik az új házukban találták, úgyhogy ez is vagányul néz ki. Van nekem ilyen koponya alakú kis üvegem, szerintem ezt feltöltöm valami színes folyadékkal, meg arra gondoltam, hogy mivel van egy csomó fejdíszem, amiket már láthattatok a mostani, meg a tavalyi Halloween videóban is, csináltam hozzájuk polifomból fejet. És lehet, hogy majd azokat is ide ki fogom pakolni, meg van egy fej nélküli, egy ilyen manökenem, tudjátok, amit a boltok kirakatába szoktak kitenni. Az is elég ijesztő, lehet, hogy azt is beöltöztetem valami feketébe, vagy hasonló, mert teljesen öltöztethető az egész, tehát valami fej nélküli lovasnak lehet, hogy a tököt majd a fejére teszem, vagy valami hasonló, ez mondjuk nem egy rossz ötlet. Úgyhogy erre gondoltam, és ahogy itt mutattam a foteleket, majd egy kicsit összehúzom, meg hoznom kell majd még ülő garnitúrát, mert kb. 13-an leszünk, és nem fogunk elfélni. És ezt az egész hátteret, aminél videózni szoktam, arrébb akarom pakolni, mert azt szeretném, hogy legyen egy ilyen fotósarok, hogy a vendégeket rendesen háttérrel, kamerával, mindennel le tudjam mondjuk fotózni így a szettjükben, szerintem az tök vagány lenne, és ez az egész asztal lesz, pedig be lesz fedve kajával és dísszel. Még nem tudom, milyen terítő lesz rajta, mert nincsen terítünk, úgyhogy szerintem egy fekete pokrócot fogok feltenni. Úgyhogy most ezt fogjuk csinálni, hogy én itt átrendezkedek nagyjából, a székeket még kitalálom, és elkezdek így valahova díszíteni, csak ugye nem mindenhova tudok. Úgyhogy ezt még ki kell találnom, de kezdjünk bele. Skeletons and shivers down your spine. Shrieking skulls will shock your soul, seal your doom tonight. Spooky, scary skeletons speak with such a screech. You'll shake and shudder in surprise when you hear these zombies shriek. We're so sorry, skeletons, you're so misunderstood. You only want to socialize, but I don't think we should. A spooky, scary skeleton shouts startling, shrilly screams. They'll sneak under sarcophagus and just won't leave you be. Etapjának a vlog videónak a sütisütés lesz, itt vagyunk a konyhában, és hát a rossz pulóverbe meg a rossz nadrágban, mert képes vagyok magamat állandóan leütni mindenféle tésztával meg hasonlóval. A fények nem lesznek tökéletesek, mert nehéz ide behozni a világítást, de hogyha meg tudom oldani, akkor látszani fog a videón. Néhol így egy kicsit vibrál, de próbáljuk nem azt nézni. És háromféle édes süteményt akarok csinálni, ilyen kis
nem ilyen nagy sütiket, hanem ilyen kis kicsiket, lesz szellemmuffin, lesz pudingtemető, és lesz boszorkányújjak. A muffin meg a puding az elég egyszerű, azt csináltam már sokszor. A kis szellemet, ahogy kinyomom, az abban még nem vagyok biztos, hogy ez sikerülni fog. Meg boszorkányújjakat nem csináltam én még sose, úgyhogy reméljük, hogy ez is ehető lesz. Ezen kívül majd lesznek még szendvicsek, meg ilyenek, de amit szerintem érdemes itt videóban megmutatni, az ez a három süti. És hát majd a végén megnézzük, hogy az elképzelés és a valóság az mennyire találkozik, és majd elmondhatjátok, hogy mennyire jó, vagy nem jó a sütési képességem. Úgyhogy kezdjünk is bele, Móni a konyhában. És igazából elképesztően cuki módon összekészítettem a recepthez az anyagokat, meg egy kis tojás. Úgyhogy elkezdhetjük sütni, szerintem a muffinnal fogom kezdeni, mert azt tudom, hogy hogy kell, és úgyis meg kell várni, amíg kihűl. Ízlés szerint persze fel lehet dobni kakóporral, fűszerkeverékkel, dióval, mandulával, stb. Én most egy sima, egyszerű tésztát csináltam, és csoki darabok lesznek rajta. Nem akarom túl bonyolítani, mert maga a szellem lesz ugye az ízesítés rajta, és nem akarom, hogy olyan túl nyál legyen az egész. Úgyhogy be is tölthetjük a muffin formákat. Én ezt a Pepco-ban vettem kvázi 1500 forintért, és ilyen háromszínű ilyen kis muffin papírokkal érkezik, tök sokkal, tehát nem is kell mellé venni, de hogyha akarsz, akkor szintén a Pepco-ban körülbelül 300 forintért lehet kapni. És pont jó, hogy ilyen kis neon zöld, meg ilyen kis neon színűek, tökre illeni fog a tematikához, úgyhogy elkezdjük feltöltögetni a muffinokat. És nagyon fontos, ezt az egyet megtanultam több évnyi muffin sütés után, hogy ha nem teszel bele papírt, akkor zsírozd vagy vajazd ki, mert bele fog égni. Kettő, mindig csak háromnegyedig tedd a muffin. Én mindig azt hittem, hogy fú, tele kell tenni, és akkor lesz olyan szép, de mivel teszel bele ugye sütőport, ezért remekül meg fog kelni. Igazából be is mehet a sütőbe, és addig előkészítjük a tésztát a boszorkányújjakhoz. Hát akkor jönnek a boszorkányújjak, és ezt elvileg gyúrni kell, viszont ebben nem fog dupla adagot csinálni, mert még sose csináltam, és nem merek. Én tetszik, hogy van egy ilyen zöldes árnyalat, ez szerintem tök aranyos. Bár most egy kicsit bánom, hogy nem vettem ételfestéket, zöld ételfestéket, akkor még királyabb lenne. Nem tudom, hogy fognak kinézni. Lehet, hogy ennél egy kicsit kevesebb is elég. Nice. Ez már... Tehát úgy is néz ki. Köttem. Kissel csinálok rá ilyen kis, mint amilyen a kezem is, olyan kis pütyköket. Tök aranyos. És nyomok a végére egy mandula körmöt. Hát ez kurva jól néz ki, úristen! Most nézzétek meg!
Nézzétek meg, és mondjátok azt, hogy ez nem kurva jól néz ki. Most ebből fogunk nagyon sokat csinálni. Na hát, időközben kisült nem ennyi, hanem háromszor ennyi muffin, de most ennyit félretettem, és itt van a kis boszorkány ujjak, ami nagyon cukikét zöldek, viszont már kisült egy adag, és egy kicsit pufibb és sárgább lett, de szerintem baromi aranyos. Végezetül pedig kamerán kívül lefőztem egy pár pudingot, mert szerintem az olyan egyszerű, hogy azt nem nagyon kell mutogatni. Úgyhogy gyakorlatilag nem jön más, mint a díszítés, amíg a maradék adag szépen sül a sütőben, és kezdjük a puding temetővel, mert szerintem ez az egyik legegyszerűbb. Miután megfőzted a pudingot, bármilyen kis tálkába ki tudod tenni, és kakaós tortadarát fogunk használni, ez lesz a temetőföld. Úgy igazából. És így szórunk rá. Valamennyit. Ezek után baba piskótát fogunk használni. És ez lesz a sírkő, úgyhogy én megpróbálom körülbelül elfelezni, és így beleteszem magát a baba piskótát. Ez lesz a sírkő, viszont olvasztott csokit is fogok rátenni, és rá fogom írni, hogy rip, de azt majd egy kicsit később, mert még előtte az én kis kinyomózsákommal mást is meg akarok csinálni, méghozzá a muffinokkal, úgyhogy ezt most így félreteszem, és utána, amikor a csokis részek jönnek, akkor olvasztok csokit, és meg fogom csinálni, de gyakorlatilag így néz ki egy kis pohártemető, nagyon kis cukorfalat. Amihez viszont vettem ilyen nyomózsákot, ezt szintén a Kikbe vettem, mennyi volt konkrétan? 290 forint, mert hogy a kis szellem muffinoknak kell a kis nyomózsák, sose dolgoztam nyomózsákkal, de most megpróbáljuk. Ehhez nem kell más, mint krémsajt és porcukor, amit most fel fogunk verni, beletöltjük a kis nyomózsákba, és ilyen kis szellemeket fogunk vele formálni. Utána csokit olvasztok, és a szellemeknek is csinálok arcot, ráírom a temetőre, hogy rip, és az elkészült boszorkány ujjak körmét is be fogom vele festeni, úgyhogy először ezzel fogunk dolgozni. Hát akkor nézzük meg, mit is alkottunk. Ezek lettek itt a kis boszorkány ujjak, nem maradtak tökéletesen zöldek, de szerintem aranyosak. Egy-két helyen sajnos kiesett a mandula. Nem festettem be végül a körmét, mert minek? Nem rossz így elsőre, de nem is lett a legjobb. A kis puding temető viszont nagyon cukin néz ki, habár nagyon sokat szenvedtem a csokival, hogy rá tudjam nyomni, de szerintem baromi aranyos lett. A szellem muffinok meg nem sikerültek túl jól, talán ez a legelső igen, de az összes többi béna lett, mert maga a hab nem lett elég kemény, és nem maradt fönt, hanem így összesüppett. Úgyhogy a maradékra csak simán pókhálót festettem porcukorral. Hát ez így jött össze. Úgyhogy gyakorlatilag ennyi, és hát akkor jön a nagy reveal, hogy hogy is néz ki itt a nagy díszítés. Ez egyik fotelt ugye teljesen bepókhálóztuk, ide kitettem a babát, amit felöltöztettem ilyen kis boszorkány, és ott tettünk föl lufit. Másik sorokban szintén fotel, égő, tök, még több pókháló. Ide oldalra kitettem a kis fejeimet, mert szerintem tök jól mutatnak egy kis dísznek. Itt lesz a kis fotósorok, látjátok, már a világítás is be van készítve, és ez lesz így a kajálós asztal rész. Hát amire most csak még egy adagnyit tettem ki, de majd még lesz itt Kajapia Olimpia. Úgyhogy igazából ennyi volt már ez a kaotikus vlog videó, de egy kicsit, igazából ezt 31-én szerettem volna nektek feltenni, de most elsőn fogjátok látni, mert nem volt idő megvágni, kicsit nem volt jó az idő beosztás, de szerintem tök jó lett a díszítés, egész jók lettek a kis kaják, és remélem nektek is tetszett ez a két részesre vágott, igazából egy részesnek szánt vlog videó. És ne felejtsetek el szavazni a Turbus Team, a Makeup School Facebook oldalán, a Halloween-es sminkversenyen, csontvázak éjszakáján a fotómra, amin ugye a medúza sminkben vagyok látható. Hát, ha a közösségi szavazást megnyerem, életemben először. Ugye igazából ennyi volt már ez a mai videó, hogyha tetszett, akkor ne felejtsetek el feliratkozni a csatornára, hőle ne maradjatok a többiről, és találkozunk legközelebb is. Sziasztok!